Szép jó napot kívánok a kedves BMM live nézőinek. Itt vagyunk professzor úrral, professzor úr Debrecenből, én pedig Budapestről jelentkezem a mozgásszervi rendelőnek az irodájából, a főhadiszállásról. Szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket. Hát egy nagyon nagy és nagyon-nagyon izgalmas témát hoztunk a kedves hallgatóinknak, mégpedig az agyi történésekről fogunk beszélni. Országunk egyik kiváló szakkorosával, professzorával, úrral fogunk beszélgetni az agyi történésekről, főleg a stroke-ról, ezeknek a megelőzéséről. És ahogy már tegnapi beharangozónkban elmondtam, hogy nem csak tudományról szeretnénk most beszélgetni, hanem egy picit olyan dolgokról is, ami egy picit az irodalom, picit a művészetekről, és bizony a professzor úr szenvedélyéről, a kenyérsütésről. Ja, egy olyan időszakon vagyunk túl, ami az életünkben, hát az elmúlt két hónapban hát megváltozott a világunk, megváltozott az életünk, és bizony megváltoztak a szokásaink is, és valószínűleg sosem fogjuk már ugyanazt az életet élni, amit eddig, és hogy ezekben a nehéz időkben is igyekeztünk itt a mozgásszervi magánrendelőben helytállni, igyekeztünk segíteni az embereknek, és azt gondolom, hogy a professzor egész pályafutása is a segítségnyújtásról, az emberekkel való törődésről szól, és szeretném majd professzor, hogy néhány mondatban elmondanád, hogy miért is lettél neurológus, hogy mi az a pálya, az a munkásság, amit itt az elmúlt évtizedekben a magyar neurológiában véghez vittél. Erről egy pár gondolatot osszál meg, kérlek velünk. Előzetesen, mielőtt átadnám a szót professzor úr, szeretném megköszönni azoknak a rajongóinknak, akik követik az adásainkat. Szeretném, hogyha megosztanátok ezt az adást, hiszen olyan kérdésekről lehet szó, ami érintettek lehetnek benne ismerőseitek, családtagjaitok, olyan problémákról fogunk beszélgetni, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk életében szerepet játszhatnak. Hiszen ez a betegségcsoport, az agyi történések, szinte minden családban van olyan családtag, aki érintve van valamilyen mértékben ebben a dologban, és ezekben a betegségekben, és ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a betegségeket, ezeket igyekezzünk megelőzni. Szeretném elmondani azt, amit az elmúlt időszakban is csináltunk, hogyha bárkinek kérdése van, azt egyrészt itt fölteheti nekünk az adásban, tehát rögtön tudunk válaszolni, de hogyha olyan problémáról van szó, akkor inkább részletesen írja le az orvosválaszol@bmm.hu e-mail címre, és akkor ezekre készséggel igyekszünk legjobb tudásunk szerint válaszolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy professzor úr, kérlek, akkor mutatkozz be, aki még esetleg nem ismerne téged, mivel foglalkozol, mi a te kedvenc szakterületed a neurológián belül, és hogy most mivel töltöd a napjaidat? Hát, kedves igazgató úr, köszönöm szépen a szavakat, és mindenkit, aki rám szán néhány percet. Rövid leszek, a saját fényezésem nem annyira ildomos. 8 gyerekes orvos családból származok, 3-a lettünk orvosok, édesapám 74-75 éves koráig aktívan dolgozott, ügyelt példaképünk volt, nem volt kérdés, hogy orvos leszek. Először idegsebész irányba fordultam, a Hólai professzor úr ajánlott is nekem egy állást, viszont Molnár professzor, akkori neurológiai tanszékvezető elődöm, pedig azt mondta, ha nem érzek magamban rendkívül nagy elhatározottságot és kézügyességet a sebészi pálya iránt, akkor inkább neurológus legyek, szélesebb a kör, egy sebész akkor él, ha operál, az idegsebészeti esetek száma viszont meglehetősen korlátozott. Miután nem éreztem magamban egy bűvésznek a kézügyességét, és ez később százszor bebizonyosodott, ezért fordítottam egyet a vitorlán, és ideggyógyász lettem. Nagyon sok segítséget, támogatást kapva a már azóta elhunyt Molnár proftól. Kijutottam Németországba, ahol 3 évig dolgoztam a Max Planck Intézetbe.
az ottani japán kapcsolatok révén, akikkel megismerkedtem, egy évig értem Hiroshima Kure City-ben, utána fél évig Franciaországban dolgoztam, tehát 92-ben tértem végleg úgymond haza, amikor is a tanszéket átvettem, és ezt vezettem 25 évig. Most még dolgozok, elsősorban a szélütés érdekel, de ennek a BMM vonatkozásában is van egy nagyon fontos relevanciája, ugyanis az laikusok számára is közismert, hogy a szélütés az egy mozgáskorlátozottsággal jár, a mozgáskorlátozottság pedig ugyan eredetét tekintve központi idegrendszerű, de a előbb vagy utóbb mindegyik egy, az izületekre is hat, inaknak a görcsösödése, kontraktúrája alakul ki, tehát hólavinaszerűen okoz egyre több problémát, és nem elég az akut szélütést megoldani, a következményeivel például a mozgásszervi betegségekkel foglalkozók, fizioterapeuták, elektromos kezelők, stb. Ezek mind-mind szembe kerülnek. Tehát lehet mozgásszervi problémát kapni az izületek, izmok megbetegedései, és lehet a központi idegrendszer károsodása révén is. Mind a kettő nagyon komoly, intenzív, gyógyszeres, fizioterápiás, fizikoterápiás és egyéb kezelésekre szorul. Hát ennyit magamról, és nem tudom, igazgató uram, csapjunk bele a lecsóba, kezdjünk a szélütésre egy kicsit beszélni. Azt gondolom, hogy igen, kezdjük. Készültünk egy kis prezentációval, a professzor úr készült egy kis prezentációval, úgyhogy kérlek, akkor oszd meg velünk. És amíg beállítod a prezentációt... A share screen-nel, ugye? Fűszlinnel, igen. Meg is jelent? Még nem, de nem sokára szerintem meg fog jelenni. Share screen. Addig még elmondom, hogy továbbra is várjuk a kérdéseket. Jó? Bocsáss meg, hogy közben szólok. Először meg kellett volna osztanom a share screen-t, és utána felhívni a... Nem, először share screen, és akkor utána kiválasztod azt a... Képet. Igen, oké. Akkor szerintem most fog megjelenni. Igen, igen. És meg is jelent. Köszönöm szépen. Jó, tehát hogy akinek kérdése van, bátran tegyétek föl, írjatok e-mailt az orvosválaszol@bmm.hu-ra, vagy pedig kedves nézőink, akár most itt a Facebook Live alá, nyugodtan írjátok meg a kérdéseiteket. És most professzor, akkor elkezdi a stroke felismerésétől a megelőzésig. No, hát akkor... Ahogy az előbb mondtam, próbáljuk a következő diát, már meg le is állt. Igen, négy részre osztottam az előadást, először beszéljünk egy kicsit a szélütés fontosságáról. Igen, mi is ez a szélütés? Idegen szóval stroke-nak mondják, ez ütés-csapást jelent. A magyar nyelv, ami egyébként rendkívül színes, gazdag, ebben az esetben pontatlan, mert az agyvérzés az a szélütésnek a 15-20%-át teszi ki, tehát minden ötödik-hatodik beteg lesz csak igazából agyvérzéses. A döntő többsége nem, hogy agyvérzés lenne, hanem pont fordítva, kevesebb vér jut az agy bizonyos területéhez, és ez okozza a bajt, ez okozza a tüneteket. Régi betegség, ez már második Ramzesz, a nagy piramis építő fáró is ebbe halt meg, Stalin, Lenin, Churchill, és még sorolhatnám, jó néhány politikusért nem fáj a szívünk. 300 évvel ezelőtt pápai Párizs már felismerte, hogy ez bizony egy gyorsan kialakuló betegség, amelybe, ha valamit csinálni lehet, hát az akkori viszonyokat lehet látni, hogy miket csináltak a sztrókos, szélütött betegekkel, azt gyorsan kell csinálni. Tehát a gyorsaságot már ő is felismerte. Sajnos a szélütés nem csak olyanokat érint, akik egyébként megérdemlik, az előbb már mondtam néhány politikus nevét, hanem nagyon értékes tagjait a társadalomnak nem válogat, és például a mi klinikánkon a betegeknek több mint 8%-a 50 év alatti. Olyan 2100-2200 beteget kezünk évente. Említettem az előbb, az ér eldugul, elzáródik, vagy egy embólia szívből, másonnan jövő embólia, vagy pedig helyileg alakul ki a szűkület, és körülbelül minden 15%-a, mások szerint 20%-a, attól függ, hogy fehérekről, ázsiaiakról, vagy pedig fekete afrikaiakról beszélünk, vérzés.
ezek általában súlyosabb tünetekkel járnak, mint a isémia, mint a vérszegénység. És van egy harmadik típusa, szintén inkább fiatalokat károsít, amikor egy nagy ér pattan meg, és akkor pókhálóártya alatti körbefolyja a vér az agyat, és sajnos ez is komoly problémát okoz. A szélütés egy népbetegség, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Vezető halálok és a szerzett rokkantság világszerte első számú oka. Nem a trauma, hanem a szélütés. Milyen számokban kell gondolkozni? Körülbelül egy szexárt lakosság, vagy talán valamilyen kevesebb az, aki új szélütésként szerepel évente Magyarországon. És ebben a pillanatban, hogy mi beszélgetünk, körülbelül egy Szeged lakossága él Magyarországon, szétszórva, akik átestek szélütésen kisebb-nagyobban. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy egy Magyarországon is egy népbetegséggel állunk szemben. Szeretném hangsúlyozni, hogy az a perifériás érszűkület, tehát az alsó végtagi érszűkület, a szívinfarktus és a szélütés, ezek testvérbetegségek, ezek nővérek, a három nővér közös gyökere az érelmeztesedés. Ez egy olyan folyamat, amelyik mint a házunk vízvezetékében kialakuló vízkövesedés már a második életévtizedben megindul. Kóreai háború idején boncolták a 18-20 éves kötelező katonai szolgálatra bevonult elesett amerikai katonákat, és már ott felfedezik úgy a szívkoszorú erekben, mint az agyi erekben, mint a perifériás alsó végtagi erekben az induló érelmeszesedést. Ezt az induló érelmeszesedést fogja az egyik esetünkben a szívinfarktust, a másikban a szélütést, a harmadikban az alsó végtagi amputációt okozni. Sajnos, miután ez egy diffúz folyamat, ezért egy betegben sajnos akár mind a kettő, vagy mind a három betegség is előfordul, de akkor már értjük is, hogy miért, hiszen ez a vízkövesedés, ez némán, a néma gyilkosként folyik valamennyi szervezetében. Ezt szokta felgyorsítani a dohányzás, ezt szokta felgyorsítani a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az elhízás és még számos más tényező. Európa Parlament is felismerte ennek a szélütésnek a fontosságát, és főleg azért javasolt a prevencióra, az akut kezelésre és a rehabilitációra kiterjedő komplex programot, mert ez a jövő évtizedek betegségeinek egyike. Miért is fontos a szélütést felismerni és nagyon gyorsan kezelni? Hát azért, mert az agyunk, amely durván 80% vízből áll, rendkívül érzékeny a vér hiányra, vagy éppen az agyvérzésre. Mint említettem, a vérhiány az 80%. Nincs energiatartaléka, nincs cukortartaléka, gyakorlatilag csak a glükózt tudja felhasználni, a cukrot tudja felhasználni, csak nagyon magas az oxigén igénye, egyébként csak érdekességképpen az agy és a here véráramlása durván ugyanannyi, és ha eldugul valamelyik fontos ér, akkor az az agyterület nagyon rövid idő alatt, sokkal hamarabb, mint a szívben vagy a vesében elhal. És hát közismert, hogy a másfél kiló szervünkben 1400 gram körüli szerv súlya van egy átlagos agynak, az bizony rengeteg olyan funkciót tárol, amely megkülönböztet bennünket az állatoktól, amelyek az emberi entitásnak a legfontosabb paraméterei. Beszédképesség, a kommunikáció, érzelmek, gondolkozás, absztrakt és nem absztrakt gondolkozás. Tehát azt hiszem a laikusok számára is világos, hogy ez talán a legfontosabb szervünk, a központi idegrendszer, hiszen ettől leszünk ember. Sajnos ilyen gyorsasággal pusztul, hogy ha eldugul valamelyik ér, ezért nagyon fontos a beavatkozás. Ez az ábra is azt illusztrálja, ha sikerül az eldugult eret megnyitni, akkor, és 3 órán belül megnyitni, akkor durván minden harmadik beteget tünetmentessé, vagy alig tünetessé tudunk tenni. De ha ugyanez a megnyitás csak 3 és 4 és fél óra között történik, akkor sajnos a sikeres újra nem élesztés, de a sikeres mentés százaléka már a felére csökkent. Tehát sokkal kevesebb olyan beteg lesz, aki járni fog tudni, beszélni fog tudni, és önállóan fogja az életét vezetni. Az összes létező gyógyszer, amit
kipróbáltak az akut szélütésben, sztrókban, durván 200 milliárd dollárokat használtak fel, hogy olyan szert találjanak, amely megvédi a központi idegrendszer sejtjeit a sztrók következményeitől. Szomorú ezt mondani, de gyakorlatilag egyetlen egy se bizonyult igazán hatékonynak idáig. Csupán egy dolog, az eldugult érnek az újra való megnyitása. Ez tehát versenyfutás az idővel. Debrecenben sikerült a szokellátást úgy megszervezni, hogy gyakorlatilag a szóba jöhető betegek közül minden ötödiknél sikerül elvégezni ezt a megnyitást. Most itt meglepődhet a hallgató, néző, hogy ezt miért tartjuk sikernek. Elmondanám, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 12-14% az átlagos vérőgoldás aránya, mert hiszen ebben a 3 órában bele kell férjen az, hogy be kell vinni a beteget a házától a kórházba, el kell tudni végezni laboratóriumi vizsgálatokat, CT vizsgálatokat, ott abban is olyan körülmények között, amikor minden perc drága. Tehát ez a 20% ez európai szinten is kiemelkedő eredménynek számít. Az idő, ahogy az előbb láttuk, az agy. Nem is helyes ezeket a betegeket sürgősségi osztályra vinni, hanem a legfontosabb, hogy rögtön CT-be kerüljönek, mert sajnos nem lehet CT nélkül eldönteni, hogy vérzése vagy isémiája van a betegnek. A optimális szélütésellátás tehát abban rejlik, hogy az emberek felismerjék, hogy ez egy akut betegség, hogy azonnal cselekedni kell, a mentő ne hezitáljon és ne össze-vissza, hanem célzottan vigye a beteget, lehetőleg, ha stabil állapotú egyenesen a CT-be, ott döntsék el a neurológusra, aki remélhetőleg már ott is van, hogy mire van szükség, szóba jön-e még a kezelés, hiszen ennek a kezelésnek időablaka van. Nem csak arról van szó, hogy 3 és 4,5 órán belül gyorsan meg lehet oldani, hanem arról is szó van, hogy ha ezt később csináljuk, sokkal később, akkor vérzést okozhatunk. Tehát az időablak rendkívül fontos, és nem arról van szó, hogy jó, akkor megcsináljuk 1-2 nap múlva, akkor legfeljebb kevésbé javul, hanem nem lehet, nem szabad mondjuk a 2. napon már a vérőgoldó kezelést megkísérelni. Tehát milyen előzmény, milyen előretörés, milyen fejlődés van az elmúlt éveknek köszönhetően? Az előbb említettem már, hogy a dugót, ami elzárja az eret, el kell távolítani. Ezt meg lehet próbálni vénásan, ez a sokkal egyszerűbb, hiszen csak beadok vénásan egy egyébként eléggé hatásos szert, ami feloldja a vérrögöt. Az esetek, hogy említettem, 30%-ában sikeresen. Ha viszont nincsen lehetőségi egy ilyen véralvadás gátló kezelésre, és nagy ér van eldugulva, hangsúlyozom, hogy nem minden esetben, nagy ér esetén be lehet hatolni a láb artérián keresztül, fel lehet jutni az agyba, ez elég horrorisztikus beavatkozás, de valójában nem annyira kellemetlen, és ott egy dugóhúzószerű eszközzel meg lehet kísérelni a vérrögöt kihúzni. Mindjárt fogjuk is majd látni. De mielőtt ezt mutatnám, elmondanám, hogy ez az eszköz is csak nagy ér elzáródás esetén érthető. Nem lehet a kis érbe beledugni egy olyan dugóhúzót, amivel ki lehessen húzni, hiszen itt milliméterekről van szó, ki lehessen húzni a dugót. Na de hogy lehet felismerni azt a szélütést, amit utána majd a szakember eldönti, hogy vénásan vagy dugóhúzóval próbálja megoldani? Hát először is. Ha a most felsorolt 3 tünet közül akár egy is jelen van, akkor nagy valószínűséggel a szélütéssel állunk szemben. Például elferdül az arca, főleg és csak szinte kizárólag akkor érdekes ez, hogyha a száj körüli ferdességet tapasztalunk. A szem, illetve a homlokráncolás aszimmetriája nem tartozik ide. Ha teljesen megbénul, könnyű felismerni, de kérjük meg a sztrókgyanús beteget, hogy nyújtsa ki a karját, hogyha sűjeszti, vagy az egyik oldalon fordul már a tenyere, keze, akkor valószínűleg itt is bénulásról van szó. És végül lehet egy 3. tünet, ez a 3 együtt is jelentkezhet, de lehet, hogy csak egy tünet jelentkezik ezek közül, nem kötelező egyáltalán, hogy a 3 együtt legyen, de akár melyik jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni. Milyen egyéb tünetek lehetnek? Féloldali zsibbadás,
szótalálási nehézség, látászavar, akár egyoldali látászavar. De lehet hirtelen, és nagyon fontos ez a hirtelen kezdet, mert a szélütés az esetek 99%-ában hirtelen induló tünetekről beszélünk, tehát nem hosszú évek, hosszú hónapok óta fennálló tünetekről. Kettős látás, galuskás beszéd, nyelés, zavar, ezek mind-mind szédülítés tünetei lehetnek, hogyha hirtelen alakulnak ki. Van egy érdekes tulajdonsága a szédülítésnek. Időnként bejelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a tünetek jönnek, és aztán gyorsan elmúlnak. Percek, legtöbbször néhány perc, néhány 10 perc alatt megszűnik a beszédzavar, megszűnik a zsibbadás, megszűnik a gyengeség. Örül a beteg, pedig nem örülni kéne, hanem azonnal orvoshoz fordulni. Az ilyen átmeneti tünetek ben szenvedő betegnek 30%-a egy hónapon belül súlyos szélütést kap. Tehát az ilyen úgynevezett TIA betegek, átmeneti keringési zavarba szenvedő betegeket nagyon fontos lenne azonnal kórházba küldeni, átvizsgálását megkezdeni. Tehát ne várjunk a családorvosra. Sajnos Magyarországon, itt a Magyarország adatokat lehet látni, úgy tűnik, mintha a hétvégén vikendezni benne a szélütés, mert sokkal kevesebb van, mint hétfőn kedden. Nem. Sajnos a helyzet ennél rosszabb. Az átmeneti vagy kis tünetekkel jelentkező szélütéssel a betegek döntő többsége vár, mert a szélütés az esetek döntő többségében nem fáj. Az infarktus igen. A szélütés, a szívinfarktus, igen, a szélütés nem. Hétfőn megy a házi orvoshoz, amikor már minden beavatkozási lehetőséget elmulasztottunk. Tehát sürgős, olyan kórházba, ahol vérrögoldás lehetséges, és minél hamarabb CT-vizsgálat, kezelés. A kezelésről már beszéltünk, kettő fajtájában, az egyik a vénás vérrögoldás, a másik pedig a mechanikus dugóeltávolítás egy dugóhúzószerű készülékkel. Erről már beszéltünk, így néz ki egy vénás vérrögoldás, még 99 éves korban is meg tudjuk csinálni, hogyha alkalmas a beteg rá, az életkor nem limitált, vannak persze kizáró tényezők, természetesen, de ha úgy érezzük, hogy akár egy kis siker is van, akkor megkíséreljük a vénás vérrögoldást, de még egyszer is sokadjára hangsúlyozom, hogy a szélütés kialakulása utáni 3-4,5 órán belül, tehát szó sincs arról, hogy napok vagy hetek múlva ezt a véralvadást, ezt a vérrögoldót alkalmazni lehet. Ez a bizonyos dugóhúzó, amiről beszéltünk, itt egy kicsit tágabb az időablak, sőt, egyes vizsgálatok szerint, halkan mondom, bizonyos körülmények között már ezen a 6-8 órán túl is meg lehet kísérelni, de már csak szelektált betegeken is, itt a szelekcióban nem csak a CT, hanem az MR is szerepet játszik. Tehát a dugóhúzó módszer viszont csak nagy ér okklúzió elzáródás esetén jön szóba. Így néz ki itt látjuk ezt a mikrokatétert, amelyiket aztán kinyit a beavatkozó radiológus, és utána a kinyitott hálószerű eszközzel a vérrögöt kihúzza. Ennek a betegnek drámai javulást eredményezett a beavatkozás, teljesen béna volt, a jobb oldalára nem tudott beszélni. Néhány órán belül elvégeztük ezt az eltávolítást. Még egyszer mondom, mit látható ez a kis finom a szem mögött, a kis finom katéter, ez aztán kinyílik, kihúzza a rögöt, és egy nap a beteg a vérrög eltávolítás után jár, beszél és tünetmentes. Aki nem lesz tünetmentes, azonban nagyon komplex kezelésre szorul, beszédterápiára lehet szüksége, fizikoterápiára, és az egész szélütés, mint látjuk, egy tímmunka, amiben a neurológusnak, ideggyógyásznak, a radiológusnak és a szívgyógyásznak is szerepe van. Bevezetőben már említettem, hogy kapcsolódunk a szakrendelőhöz, a BMM-hez, a klinikához, hiszen ezek a betegek, akiknek a mozgásképessége csökken, előbb-utóbb izületi,
problémái, összenövései, kontraktúrái, izomgörcsei, ingörcsei, kóros tartásai, fájdalmas izmai alakulnak ki, tehát itt a gyógyszer önmagába kevés, aki tünettel gyógyul, annál a folyamatos terápiára szükség van, ami lehet aktív és lehet passzív, lehet gépekhez kötött is, gépekhez nem kötött. Néhány ábrát mutatnék. És akkor ugorjunk arra, hogy hogyan lehet ezt a betegségetnek a rizikóját csökkenteni. Hát a legfontosabb rizikó tényező az a magas vérnyomás, a gonosz koleszterin befolyásolása, a dohányzás azonnali elhagyása, az elhízás mérséklése és a szívritmus zavarok megfelelő kezelése. Ezek nagyon lényegesek. Ha a szélütés okai között szerepel a nyaki ütőér szűkülete, akkor annak a megoldása is szóba jön. Nem az elzáródásnak, az csak az első néhány órában jön szóba, hanem a szűkületnek. Tehát itt az ultrahangnak van kiemelkedő szerepe. Látjuk, hogy nem csak a gyakoriság, hanem a relatív veszély szempontjából is az első helyen a vérnyomás áll. Tehát a vérnyomás csökkentő szereket még akkor is szedni kell, hogyha ennek nem érezzük a következményét. Beszéltünk itt az elhízásról. Itt lehet látni, hogy melyek azok a paraméterek, amelyeket akár a saját magunkon is megnézhetünk, hogy ilyen inaktivitás, elhízás szempontjából ez a paraméter mennyire veszélytényező nálunk. Sajnos a dohányzás, főleg a férfiak képtelenek abba hagyni, még akkor sem, hogyha egy szívinfarktuson, anginán vagy egy szélütésen átestek. Nagyon elriasztó példát mutatok, ez a férfinak, akinek már az alsó végtagjait eltávolították, amputálták, a felső végtagjait, betegtársai segítségével még megoldja a dohányzást. Mondani lehet, hogy most már ez az egy öröme maradt, ez igaz, de volt egy olyan periódus, amikor még meg lehetett volna állni, például az alsó végtagi amputációk után. Alkohol, a mértéktelen alkohol fogyasztás szintén egy érbetegség is, beleértve a sztrókot, a stroke rizikófaktornak tekinthető. És itt nagyon lazán szokták a betegek értelmezni az orvosi ajánlást, van, aki ilyen nagy pohárbanak érti a napi egy pohár másfél-két deci bort, például azt sikeresen multiplikálja, és egy ekkora pohárnak képzeli. A stroke megelőzése úgy a első, mint a második szélütés megelőzése, öt lábon áll, ahogy említettem, vérlemezkegátlók rendszeres szedésére biztatjuk mindenkit, akinek az orvos felírta. A vérnyomás csökkentés fontossága az kiemelkedő, tetszettek látni az előbb az ábrán. A gonosz koleszterinre kell ügyelni, nem csak a sima koleszterinre, a szívritmus zavar kezelése, és hát, ahogy említettem, a karotis szűkület tágítása. Mondok egy érdekes példát, hogy mennyire hatékony lehetne ennek a szélütésnek a kezelése. Mondjuk van egy csoportja az embereknek, mondjuk 30 000 szélütés fordul benne elő, mi nem vagyunk nagyon nagy igényűek, és csak egyharmadával szeretnénk a szélütések számát csökkenteni. Tehát 30-ról 20-at szeretnénk elérni. Ha azoknak az embereknek, akik egyáltalán nem mozognak, a felét rá tudnánk beszélni, hogy hetente háromszor izzadásig legalább valamit csináljon, tehát nem a sakra gondolok, akkor már 2500 szélütést megspóroltunk. Ha a cigarettázóknak, akik ebben a csoportban a 30 000 emberből dohányzik, abba hagyná, akkor megint megspóroltunk, bocsánat, nem 30 000-ben, az egész népességben, amiben 30 000 szélütés van, a fele abba hagyná, akkor már megint megspóroltunk 2000 szélütést. Ha a sokszor néma ritmuszavaroknak csak a felét jól tudnánk kezelni, nem többet, csak a felét, akkor megint megspóroltunk 2000 szélütést. És hogyha a legfontosabb rizikófaktor, a magas vérnyomásnak csak a felét tudnánk 140/90 alá, 100 rizikófaktorosoknál 130/80 alá nyomni, akkor már meg tudnánk takarítani megint egy pár ezer szélütést, és elérnénk a vágyott célt, hogy 30 helyett 20 000 szélütést legyen ebbe a népességcsoportban.
Sajnos a valóság nem ezt tükrözi. Egy nagy európai felmérés szerint, és itt nem csak Magyarország áll rossz helyen a sorban, szélütés, szívinfarktus, anginán átesett betegek nemzetközi vizsgálat alapján sajnos a betegek döntő többségének a vérnyomása még mindig magasabb, mint 140/90. Az ilyen betegeknek, akiket már megérintett a bénulás, vagy a halálszele fele még mindig dohányzik, és a gonosz koleszterin kívánt értéke még mindig meghaladja azt, amit szeretnénk, és végül a betegek több mint 60%-a továbbra se mozog, nem diétázik és túlsúlyos. Tehát azért, hogy ez a helyzet Magyarországon is, a mi környezetünkben is, populációnkban is jobb legyen, az tenni kell. Megelőzés, szűrés, egészségtudatos életmód. Ha pedig bekövetkezett, akkor pedig azokhoz a módszerekhez kell nyúlni, amely bizonyítékokon alapulnak. Beleértve a mozgásterápiát, fizikoterápiát, elektromos és gyógyszeres kezeléseket. Köszönöm. Professzor úr, hát ez fantasztikus volt, nagyon-nagyon szemléletes volt, és nagyon érthető. Nagyon szépen köszönöm. És érkezett is néhány kérdés, de mielőtt a kérdésekre rátérnék, egy picit, amit elmondtál, hogy a rendelőnkben valóban akut, tehát egy ilyen sürgős állapotot nem tudunk fogadni, tehát mi abban tudunk segíteni, ha valakinél már kialakult, sajnálatos mondani, ilyen állapot, hogyan tudjuk az ő életminőségét rehabilitációs kezelésekkel javítani. Így, amit említettél, hogy a gépek nélküli kezelés, ez ugye a gyógytorna, beszédterápia, tehát felnőtt logopédusunk van, vagy talán nem említettél szót, de itt meg is kérdezném, hogy a neuropszichológusnak esetleg milyen szerepe lehet a rehabilitációban, illetve a gyógytornász az, ami a mozgás képesség visszaszerzésében játszik szerepet. Milyen gyakran észleltek, vagy alakul ki stroke után esetleg ilyen depressziós állapot? Már válaszoljak is? Igen, akkor várnám. Okay. Hát akkor először a neuropszichológus szerepe. A neuropszichológus szerepe, abban látom, hogy ő olyan, mint egy térképész, felméri, hogy az agy funkciók közül melyik károsodott, olvasás, írás, emlékezet, és amikor ezeket a doméneket, ezeket a területeket felmérte, és megmondja, hogy akkor a térkép szerint ez a terület károsodott, akkor jön mondjuk például a logopédus, és akkor kezdi azokat a beszédgyakorlatokat, ami elsősorban a szótalálási nehézségeket oldja, vagy pedig pontosan a beszédképek megértését, tehát az a beteg, ez a másik típusú beszédzavar esetén a beteg hall, de nem ért. Nagyon döbbenetes dolog, hogy olyan, mintha idegen területen élne, mintha egy idegen országba került volna hirtelen. Hall, de nem ért. Most ezek mind-mind más megközelítést igényelnek. A fizikoterápiát, a gyógytornászt azt eszméletlenül fontosnak tartom. Nagyon kevés, nem elég a gyógyszer, az izomlazítók, nem elég. Ha valaki abba hagyja, akkor előbb-utóbb görcsösödik az ujja, a keze, az izülete. És a gyógytornász feladata nem csak az, hogy megcsinálja a beteg helyet, hanem vezesse, irányítsa. Az állandó rendszeres találkozások pedig a betegnek egy olyan fajta kapcsolatát teremti meg a gyógytornásszal, mint amikor iskolába járunk, tehát készülünk rá, nem halad, otthon sem hanyagoljuk el, a kettő egymást kiegészíti. Mindig azt mondom ezeknek a komolyabb sérülésekkel gyógyuló szélültött betegeknek, hogy feltétlenül legyen egy permanens gyógytornászuk, akivel, ha nem is minden nap, de gyakran találkozik, mert akkor ő fogja felbecsülni a javulás arányát, kell szaporítani a találkozások, a gyakorlatok minőségét, egyedül nem megy. Ez a válaszom a másik kérdésre. A depresszió sajnos a betegek körülbelül egy 25-30%-ában előfordul, és valahogy úgy kell elképzelni, ez általában gyógyszerre szorul, a visszakanyarodva még egy mondat elég a gyógytornás szerepét, hogy körülbelül az akut stroke után fél évig nagyon gyorsan, aztán egy évig még lassan, de javul a beteg, és utána a célunk az, hogy fenntartsuk az állapotot. Tehát ha elmarad a gyógytorna, a beteg nem abban az állapotban fog maradni, felejtsük el, rosszabbodni fog.
Értem, köszönöm szépen. És itt van egy rögtön a Facebookra érkezett kérdés, és bátorítanálak benneteket, hogy kérdezzetek, itt van a professzor úr, és hogyha valakinek a családjában volt ilyen probléma, vagy neki, kérdezzetek bátran, vagy az orvos válaszol kukac.bmn.hu-ra. Krisztina kérdezi, édesanyámat sajnos kétszeri stroke betegség vitte el, nehezen felismerhető volt. Általában ez örökölhető-e, mint betegség családtagokon belül? Van egy nagyon ritka formája, nagyon-nagyon ritka formája, amelyik valóban öröklődik, de ahhoz ismerni kellene az édesanyjának a képalkotóját és egyéb tüneteit is, de én nem tartom valószínűnek, mert ez a típusú szélütés az elég fiatal korban alakul ki. Tehát van egy ilyen nagyon kicsi formája. A szélütést pedig úgy kell elképzelni, mint nagyon sok rizikotényező együttes fennállása megnöveli a veszélyt. Van olyan, aki millió rizikófaktor, elhízott, cukorbeteg, magas vérnyomása van, elmentek a gonosz koleszterinei az égbe, és szerencséje van, talán mégse fog de szélütést kapni, de egyáltalán nincs rá garancia, hogy nem kap szívinfarktus, nem kap alsóvégtagi szűkületet, inkább ez várható. Tehát nem lehet megmondani ezt az egy szűk százalékot mondva, aki öröklik a szélütést, hogy biztosan XY meg fogja kapni, inkább azt lehet mondani, hogy becsüljük meg a rizikóját, és amennyiben magas rizikójú, akkor intenzív kezelést kell alkalmazni, mielőtt még bármi bekövetkezik, gyógyszerest is, nem csak életmód, és akkor le tudja csökkenteni, mondok egy számot, mondjuk a 14%-ot le tudja csökkenteni 3-4-re. Köszönöm szépen. Egy e-mailen érkezett egy kérdés, 30 éves nő, ki különösebb betegségen nincsen, de 10 éve dohányzik. Hogy azt kérdezi, hogy milyen állapotban lehet az érrendszere. Abba hagyja, akkor vajon csökken-e a rizikója? Én nagyon dohányzás ellenes vagyok. Nagyon sok szenvedést és kínlódást láttam a saját családomban is ezzel kapcsolatban. A karotiszok ultrahang vizsgálata például, a perifériás sereg vizsgálata, ultrahangos vagy akár egyszerű vérnyomás méréssel is támpontot adhat ahhoz, de még számos más, a koronária CT például, ami most már nem invazív módon végezhető, arról, hogy a dohányzás mekkora rombolást okozott a szervezetében. Én még egyetlen egy embert sem láttam, akinek a dohányzás jót tett volna. Mindig azzal szoktak érvelni, hogy van egy 99 éves nagymamám, egész életében dohányzott, semmi baja nem volt. Biztos vagyok benne, hogy minimum hőrkurutja vagy tüdőtágolása neki is volt. Olyan nincs, hogy a dohányzás nem okoz zavart. Ha meg akarja nézetni az eddigi károkat, akkor ezeknek a segítségével lehet. Bíztattál, de arra, hogy hagyja abba? Ez magától értetődik. Még annyit hagyd tegyek már hozzá, hogy azoknak a hölgyeknek, akik orális fogamzásgátlót szednek, és aurával járó migrényük van, tehát nem csak az a sima migrén, hogy fáj a feje, az nagyon sok mindenkinek fáj, hanem amikor ilyen furcsa látási szenzációk is bevezetik a fejfájást, vagy éppen átmeneti zsibbadás, vagy szikralátás, tehát aurás a migrén, úgy hívják ezt, azokban tilos a dohányzást még bekapcsolni, mert egyébként is magas a szélütés rizikója. Fogamzásgátló plusz aurás migrén, magas szélütés rizikó, ha még ráteszünk egy lapáttal, akkor meg különösen megnöveljük. 75 éves férfi kérdezi, hogy vannak picit ilyen forgójellegű szédülései vannak, időnként bizonytalan a járása. Hogy volt már mindenféle kivizsgáláson, CT és ultrahang is készült. Mit tud tenni annak érdekében, hogy hogyan tud magára figyelni még? Milyen sűrűn szükséges neki szűrővizsgálatokra járni? A szédülés az kétfajta okból lehet, a belső fülből, és ez nagyon durva tünetekkel jár, ilyen forgó jellegű szédüléssel, akár hányingerrel, hányással, pörög a világ, vagy a beteg pörög, de nem jár
bénulással, nem jár átmeneti gyengeséggel se, nem jár gelészavarra, kettős látással, riasztó, ártalmatlan a kimenetel szempontjából. És van egy olyan típusú szédülés, amihez ezek a tünetek valamelyiket társul, tehát zsibbadás, gyengeség, egy végtag, vagy fél vég, vagy fél oldal, vagy kettős látás. Na, ezeket a szédüléseket nagyon komolyan kell venni. Ezek lehet, hogy bevezetői, egy előhírnökei lehetnek. Ezt így nem lehet eldönteni, ezeket a tünetek figyelni kell, de ha ilyen társul tünetek jelentkeznek, azonnal szélütésre, kezelésre alkalmas osztályhoz kell fordulni. Mielőtt rátérnénk a következő témánkra, szeretném majd bemutatni a könyvedet, akit a nagy víz elsodort. Előtte egy pici összefoglalót tennénk arról, hogy akkor mire is, mit is tudunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük magunkat és megvédjük a családtagjainkat arról, tehát mit tudunk tenni így a hétköznapokban. Amit én feljegyzeteltem magamnak, hát a vérnyomás. Tehát ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy mérjük rendszeresen a vérnyomást, és hogyha abban emelkedett 140/90 fölé, akkor forduljunk szakorvoshoz, hogy legyen egy vérnyomás, mi az oka, tehát legyen egy kivizsgálás. A gonosz koleszterin. Vagy igazából, professzor, ezt rá összefoglalnád nekünk, hogy egy hétköznapi ember, aki otthon van és éli az életét, vagy egy családanya, ő mit tud tenni annak érdekében, hogy hogyan figyelhet az anyukájára, nagymamájára, mit tehet, milyen szűrővizsgálatokat végezzen el, és mi legyen az első lépés? Hát, amit már az előbb említettél is, igazgató úr, ne érességet vásároljunk neki anyák napjára, hanem egy olyan vérnyomásmérőt, amit nagyon egyszerű használni, és el is tárolja a mért értékeket. Aztán mondjuk el neki, hogy a vérnyomást azt nem úgy kell mérni, hogy éppen leülök, mert rohantam valahova, hanem nyugodtan otthon, leülve és egy bizonyos 5-10 perces várakozás után. Akkor kell a vérnyomást kezelni, hogyha ismételten több vérnyomási érték tűnik magasnak, 140/90 fölött, ilyen nyugalmi kivárás is 5-10 percek után. De még egyszer mondom, ezt meg kéne mérni a nap több szakába is, akár reggel, este. Ez hozzá kell, hogy tartozzon egy 21. századbeli embernek az életritmusához. Amennyiben ez következetesen magas, akkor orvoshoz kell fordulni, de ne felejtsük el, hogy függetlenül mindenfajta gyógyszertől a nátrium, a sóbevitelt az drasztikusan csökkenteni kell. Magyarországon nagyon sok sót eszünk, nagyon sós ételeket fogyasztunk. Ez nem helyes. A másik, mindenkinek van centimétere. Nézze meg, legyen szíves, hogy is néz ki a derékkör fogata a köldök magasságában. A számokat mutattam, egyik esetben 89 fölött, a másik a 101 fölött, nők, illetve férfiak. Testsúly, tehát a testtömegindex, ezt is az internetről meg lehet nézni, hogy kell számolni magasság, testsúly. Ezekre feltétlenül ügyeljünk, és én úgy gondolom, hogy egyszer egy évben, vagy fél évente nem zsíros ételek fogyasztása után, hanem úgy, hogy már estére nem eszünk semmit, nem csak reggelre, ezt mindig el szokták hibázni, és lehetőleg előző nap se eszünk zsírosat, akkor meg kell csináltatni kell egy teljes vérképet, arról beszéltünk, a cukrot, a gonosz koleszterint, a bese funkciókat megnézni, és ezt, ha ennyit megteszünk, akkor a vaszkaris betegségek egy jelentős részének a rizikóját csökkenteni tudjuk. És a dohányzásról beszéltünk, és a mozgásról. A mozgás az heti 3 alkalommal izzadásig. Aha. Körülbelül ez egy, ha valaki erősen nem bír már futni, egy erősebb séta is megteszi. Na, egy kérdés hirtelen érkezett ide a Facebookra, ezt fel is tenném. Beáta kérdezi, hogy a gyógyszeres terápia mellett, amennyiben szükség van persze gyógyszerekre, milyen, van-e olyan vitamin vagy nyomelem, ami a kockázatok csökkentésére tudsz esetleg ajánlani? Hát igen, a D-vitaminok egyik fajtáját szokták emlegetni. Én megmondom őszintén, hogy ezekben a csodaszerekben különböző ilyen nyomelem
készítményekben annyi hatását láttam, hogy az, aki ezt árulja, az előbb vagy utóbb meggazdagodik. Értem. Hát akkor Beata, a válaszunk egyértelmű. Újabb kérdés. Krisztina kérdezi, mozgás rendszerű problémákat összekeverhetik-e a szklerózis multiplexel? Hát ha szakemberhez megy, akkor nem. A szklerózis multiplexnek klinikailag olyan jellemző tünetei vannak, amit nem lehet összekeverni egy mozgásszervi problémával, izületi problémával. Értem. És hogyha egy laikus, valószínűleg erre vonatkozó kérdés, hogyha egy laikus észlel tüneteket, és mondjuk ismert szklerózis multiplexe van, hogyan tudja elkülöníteni, gondolom, ezt laikus emberként? Önfigyelés, az önfigyelés előbb-utóbb tüneteket generál. Tehát, hogyha odafigyelek a lábamra, most a lábfejemre például, előbb-utóbb úgy érzem, hogy zsibbadni fog, vagy nyomás alatt van, vagy fájdalom. Tehát nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert mondok egy példát, sima zsibbadás, egy keresztbetett láb, vagy egy nem megfelelő cipő, vagy ruha miatt, vagy egy ülés, a támlája, meg egyáltalán a szöge nem megfelelő, zsibbadást provokál, egészségesbe is. Idegesek, feszültek vagyunk, valami stresszér, akár egész teljes zsibbadás is kialakulhat. Mindenfajta következmény és mindenfajta organikus betegség nélkül. Ez lehet SM, szklerózis multiplex részjelensége is, de a társult tünetek fogják eldönteni. A társult tünetek. Kettős látás például. Nagyon szépen köszönjük. Ha van még kérdés, bátran tegyétek föl, de mi átlépünk a második témánkra, és egy picit szeretnénk egy picit a tudomány, az orvostudomány egy picit ellépni, és a művészetek felé. Kérlek segíts megértenem, hogy megkaptam tegnap tőled ezt a könyvet, és előzőleg elküldtél belőle nekem egy novellát, a Veronika kendője című novelládat, erről elmondtad, hogy erről egy filmet is szeretnének forgatni. Mi vitt rá arra, és hogyan készült el ez a könyv? Kérlek, hogy mondj róla néhány gondolatot, és hogy tulajdonképpen miről is szól, míg nem tudtam végigolvasni. Hát tulajdonképpen a sok éves utazásaim, külföldi tartózkodásaim alatt rengeteg emberi találkozásom volt, egészséges és beteg emberekkel. Rengeteg életsorsnak voltam a tanúja és részese. És ennek kapcsán jó és borzasztó tragédiák, élmények értek, és borzasztó tragédiákat láttam. Ami ilyenkor kialakul az emberben ennyi évtized után, az a tisztelet. Tisztelet az emberi szenvedés, és azok iránt, akik az emberi szenvedésben akár rokonként, akár családtagként, vagy akár szenvedőfélként részt vesznek. Egyrészt elmélyít az embernek a tudatát, hogy mennyire esékenyek vagyunk, mennyire esendőek vagyunk, és felébreszti a tiszteletet azok iránt, akik ebben az esékeny állapotban nem zokognak, sírnak, hanem felemelik a zászlót, és odaállnak valaki mellé, aki erre szorul. Ezekben tényleg megrendítő, valódi eseményeket írok le, amiket megírtam, megéltem, vagy megtanulja voltam, átváltoztattam esetleg a helyszíneket, neveket, nemeket, hogy ne legyenek felismerhetők, és mind arról szól, hogy a mi szakmánk, a mélyén mégis csak ez van, hogy a mi szakmánk talán azért is csodálatos, mert valakinek mindig a partnere lehet az orvos. Egy orvos sosincs egyedül, mert ha elhagyják, ha ő elhagy, hogyha őt sújtják tragédiák, akkor is a kórterembe, az ambulancián, a rendelőbe valaki számára fontos lehet, ha akarja. Ezért csodálatos a mi szakmánk, és ezért gondolom így, hogy ez egy jó választás mindenki számára. Na, erről szól sok-sok esemény leírásával ez a könyv. A Veronika kendője, aminek azért a filmesítése még nagyon a horizonton van, ugyanis megkeresett ugyan egy producer, de hát egyelőre ő is még a pénzgyűjtés stádiumában van, hisz ma már nem olyan egyszerű egy filmet megcsinálni, az pedig valóban egy olyan tragédiáról szól, amelyik így, ahogy van, egy szerelmi történet, illetve egy beteg gyerek tragédiával érkező és egy párnak a sorsa, de nem mondom el azok számára, akik esetleg kíváncsivá váltak, egyébként az interneten csináltak belőle egy multimédiát,
az én nevem alatt talán lehet is látni, ami megint arra hívja fel a figyelmet, hogy minden emberi döntésben, amit hozunk, akár párválasztás, akár pályaválasztás, a lehető legmélyebb és a legalaposabb megfontolás után kell, mert mindenfajta megfontolás nélküli döntés vagy félrecsúszhat, vagy pedig tragédiához vezet. Így ebben a formában, ahogy leírtam, a Veronika kendője nem történt meg szerencsére, de elemeitnek az életem során tanúja voltam, azért éreztem úgy, hogy ezt meg kell írnom. Hát képzeld el, amikor olvastam, nagyon, hát még a mai napig hatás alatt vagyok, két napja olvastam, de még mindig él bennem a történet, hiszen felfedeztem olyan elemeket benne, ami az én életemben is megjelent, és tapasztaltam akár a sajátomban, akár másokéban. Úgyhogy nagyon köszönöm neked, hogy ezt elolvashattam, átélhettem újra. Úgyhogy aki szeretne megismerni professzor úr novelláival, és ezeket a történeteket, amit ő hosszú-hosszú évtizedek alatt gyűlt benne, akit a Nagy víz elsodor című könyvet keresétek dr. Csiba Lászlótól. Annyit hagyj fizek már hozzá, nem én vagyok, akit a Nagy víz elsodort tudok húzni. Ez az egyik novella címe egy szerencsétlen tragédiáról szól, de egyébként nem kell elkeseredni, mert a történeteknek a egy harmada, 40%-a azt hiszem azért vidám, tehát nem mindegyikben halnak meg, de kétségtelenül sokban. És végül szeretném, ha megosztanád velünk azt a szenvedélyedet, ami a kenyérsütésről jött, ez honnan érkezett, hogyan csinálod, és hogy milyen kenyereket sütsz, kérlek, hozd meg velünk, ez nagyon izgalmas. Én falun nőttem fel Sajószentpéteren. Nagyon szép gyerekkorom volt, és még olyan tehénbőgés ébresztett, meg a kondátot terelték a házunk előtt. Én még ettem igazi köpült vajat, még kemencébe sült kenyeret, és ezek a régi ízek, amelyek talán még most is a számban vannak, ezek vonzottak abba az irányba, hogy kipróbáljak olyan dolgokat, hogy milyen lehetett az, amikor még nem kémiával ízesítették a kenyereket, amikor még a tej nem egy produktuma volt az iparnak, hanem a tiszta forrás, így lehetne talán megfogalmazni. Ezért kerestem mindig azokat a lekvárokat Erdélyben, amit a Hargitán szedett áfonyából készítették, azokat a sajtokat, amelyeket ott a Esztenában a román vagy magyar pásztoroktól vásároltam, és végül a kenyérsütés, amelyik szerintem kicsit több, mint táplálék, hanem szimbólum is, meg hát azt hiszem, hogy itt nem kell nagy szavakat használni, mindenki tudja, hogy a kenyér azért sokkal több. Talán az egyetlen olyan étel, amit minden nap megehetünk csömör nélkül. A régi időkben a török császárok állítólag úgy végezték ki a magyar főurakat, hogy minden nap a jedikulába csirkét adtak nekik, és az első héten még lement a csirke, a második héten is, de utána ott darvadoztak mellette, és jóformán éhen haltak. A kenyér az nem ilyen, az valamilyen érdekes sok miatt minden nap meg tudunk enni. Viszont én azt olyasmit szeretnék, amiben nincsenek természetes dolgok, a saját munkádat látod, és van benne a kreativitásnak, a teremtésnek egy nagyon érdekes fázisa, hiszen egy porból, vízből, egy semmiből te egy olyan illatozó valamit csinálsz, amiben még ráadásul tudod is, hogy benne van a munkád, nincsen benne kémia, nem tudom én micsoda, hanem a több órás dagasztás és a megfelelően kiválasztott liszt, a jól felfűtött kemence. Hát utána olvasgattam, érdeklődtem, most talán sikerül már egy 100 éves kovászt is kapnom, és hát minden tiszteletem volt azok a pékek iránt, akik ugye hajnali 2-kor kelnek, és a saját munkájuk, izzadságuk révén másoknak örömet okoznak. Ha még egy megjegyzésre van idő, akkor elmondanám, hogy aztán volt egy érdekes csalódásom is ebben, hogy a Régen minden jobb volt című dologban, ugyanis akkor gyerek voltam, a egri várban lehetett még a koponyákat látni, amiket ott felhalmoztak lent a pincében, és akkor feltűnt nekem, hogy ezeknek a koponyákban ülő csontoknak, illetve a fogaknak le van csiszolva a teteje.
És el is gondolkoztam, aztán is felnőtt korra jöttem rá, hogy azért régen se volt tökéletes mindig ez a kenyér enélkül is, tehát ilyen kémiai adalék nélkül is se volt mindig, hiszen akkor malomkővel őrölték a búzát, és valószínűleg ezeknek a fiatal katonáknak a foga azért csiszolódott le, és mikor meghaltak 20 éves korukban, azért volt ilyen furcsa, mert a malomkőből belement a kvarckristály, a lisztbe, azzal együtt sütötték a középkorba a kenyeret, és ahogy ők ezt ették, akkor lecsiszolta az ománcot. Tehát lehet, hogy nem volt benne e, de volt benne valami más kvarc, ami aztán tönkretette a fogukat. Úgy gondolom mostani fejemmel. Hát azért ügyekszek, és nem kvarcot keverni a saját magam által készített kenyérhez, amihez most egyébként megint neki fogok látni. Hát fantasztikus, köszönjük szépen. Úgyhogy zárásként én összefoglalnék néhány gondolatot. Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk, hiszen olyan információk ezek, amik talán már egyre jobban eljutnak hozzánk, de nem lehet eleget hangsúlyozni akár a rizikófaktorokat, hogy hogyan előzzük meg, hogy mit tehetünk azért, hogy amiket mutattál, hogyan érhetnénk el azokat a betegszám csökkenéseket, és hogy gyakorlatilag ezért minden ember tehet. És hogy ezt tegyük mi meg. Tehát legyünk egészségtudatosak, és vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a családtagjainkra. És ugyan itt van most ez a járvány, ami keresztül söpör a világon, és talán ezekben az időkben, hogy az emberek elkezdtek jobban figyelni magukra, elkezdtek egy picit a nagy zajból egy picit lecsendesedni. Talán elindul egy ilyen belső folyamat, amikor meg tudjuk magunkat vizsgálni, és egy picit lelassulva figyelni az egészségünkre és az életmódunkra. És talán itt lehet egy váltás, talán lehet a gondolkodásunkban egy olyan változás, ami akár a stroke betegségeknek a megelőzését is szolgálhatják. Úgyhogy a BMM-ben mi itt vagyunk, nyitva vagyunk, jövő héttől kezdve teljes gőzerővel dolgozunk, betartunk minden olyan szabályt, hogy megvédjük, és ezt a vírus tovább ne engedjük terjedni. Várjuk a kedves pacienseket, hogyha kérdésetek van, továbbra is segítünk, akár a orvosválaszokuk az bmm.hu e-mail címen, akár a www.hu, tehát segítünk aloldalon. Jövő héten már nyitnak a rendelőink, ugyanúgy várunk szeretettel, és jövő héten is lesz BMM live adás, egy újabb professzorulat hívtam meg, ő pedig professzor dr. Bancsarovszky Péter, ő idegsebész, ő pedig egy olyan műtét technikát fog nekünk bemutatni, amit egyedül ő végez Magyarországon, egy endoszkóppal, hogyan lehet diszkusz herniát, azaz sportkoromsérvet operálni, ennek megtanulta a külföldi kurzusokon, hogy hogyan, és ő végzi Magyarországon ezt elsőként. Úgyhogy várjuk szeretettel a professzor urat, jövő héten 12 órakor ugyanígy jelentkezünk. És most szeretnék elköszönni professzor úr, tőled is nagyon szépen köszönjük a nagyon szemléletes, nagyon érthető és nagyon kedves előadásodat, és hogyha egy záró mondatot mondanál, hogy mit üzensz a kedvenc hallgatóinknak, nézőinknek, és akkor végül bezárjuk ezt az előadást most. Hát igen, mikor Winston Churchill már dementálódott, és nem tudott olyan szép beszédeket, gyönyörű angolsággal tartani, de meghívták még egy előadásra, akkor egyetemisták elé, akkor fölment a pulpitusra, a mikrofonhoz, felmutatta az ujját, V betű formában, ami a Viktorit, a győzelmet jelenti, csak annyit mondott, sose add fel, és levonulta az emelvényről. Én azt gondolom, hogy a betegségek, pláne a modernkor betegségével kapcsolatos harcot nem szabad sose feladni, ez nem egy gyors reakció, ez nem egy támadás, hanem ez egy folyamatos odafigyelés, és ha ezt kitartóan csináljuk, akkor ezeknek a modern civilizációs betegségnek a veszélyét jelentősen csökkenteni tudjuk. Türelem, kitartás. Nagyon szépen köszönjük, ez legyen a zárszónk, úgyhogy figyeljünk oda magunkra, figyeljünk egymásra, figyeljünk a vérnyomásra, a gonosz koleszterinre, a dohányzást hagyjuk abba, és mozogjunk sokat. Köszönöm szépen. Köszönöm neked. Köszönöm a hallgatóságnak a figyelmet.
Köszönjük szépen. Viszontlátásra, szervusztok.